Adásunkban ismét foglalkozunk a Mindenki gyalogosnak születik közlekedésbiztonsági kampánnyal, ami az autósok, a gyalogosok és a kerékpárosok közötti partnerséget segíti. A jó idő beköszöntével ellátogattunk egy márkaszervizbe, ahol megtudjuk, mit is érdemes tavasszal átvizsgáltatni autóinkon. A közúti balesetben elhunyt gyalogosok száma az elmúlt 10 évben 45%-kal csökkent. 2010-ben hazánk közútjain összesen 2678 gyalogos gázolás történt. Ezek 64%-a a járművezetők hibájára, míg 36%-a a gyalogosok jogsértő magatartására vezethető vissza. Az elmúlt 10 évben kedvezően alakul a baleseti statisztika a gyalogosok vonatkozásában, míg 2001-ben 355 halálos kimenetelű gyalogos baleset történt, mondhatnám gázolás, addig 2010-ben ez 192-re mérséklődött, nincsenek tavalyi adatok, de hasonló a tendencia, bár ehhez én mindig hozzáteszem, egy halálos baleset is sok. Viszont az figyelemre méltó, hogy a baleseteknek a 23%-át azt a zebrán követik el, és egyértelműen a járművezető a vétkes. Tehát nyilvánvalóan a közlekedés biztonságának a javítása, a gyalogosok védelme a cél. Az előző adásunkban már bemutatott Mindenki gyalogosnak születik program, a gyalogosok védelmén túl a mindennapi közlekedési kultúrát, az egymásra való nagyobb odafigyelést kívánja népszerűsíteni, miközben Budapestet gyalogosbarát várossá fejleszti. Ennek jegyében számos intézkedést tettünk, például a Blaha Lujza téren kiépült egy új zebra a 4-es 6-os megállója és a 7-es busz megállója között, ami a legkevésbé sem csökkentette a közúti kapacitást, hiszen a Rákóczi út zöld idejének árnyékában tudnak a gyalogosok átkelni, de nem kell kényelmetlen lépcsőzésre kényszerülnie a gyalogosoknak. Illetve ami nagyon fontos, babakocsival vagy kerekesszékkel elérhetővé vált az utca másik fel, amit korábban lényegében lehetetlen volt megtenni, vagy csak nagyon nagy kerülővel lehetett megtenni. Itt a Deák Ferenc téren új zebrák létesültek szinte minden csomópontnál, korábban itt is csak az aluljárón keresztül tudtak a budapestiek közlekedni. Egyik napról a másikra, miután a BKK átadta a Budapest szíve programot, azt láttuk, hogy az emberek elkezdték használni ezeket a zebrákat, minden lámpaváltásnál emberek tucatjai használják őket, és mintha a legtermészetesebb lenne, tehát az is a legtermészetesebb módja a közlekedésnek a gyaloglás, használják ezeket a zebrákat, miközben korábban évtizedekig kellett feleslegesen lépcsőzni, hogy az utca egyik feléről átmenjünk a másikra. Számos ilyen intézkedést tervezünk még Budapesten. Budapesten bőven van még olyan helyszín, ahol gyalogos barátabbá kell tenni a forgalmi rendet, hogy az biztonságosabb is legyen, és kényelmesebb is legyen az itt élőknek. Most ehhez ötleteket, javaslatokat, helyszíneket gyűjtünk. Ennek a gyalogos barát kampánynak sok más mellett az is a célja, az is a lényege, hogy a budapestiektől számos ilyen ötletet, tippet kapjunk, hogy hol van az, hiszen ők tudják a legjobban, akik minden nap használják, hol van az, hogy nagy kerülőt kell tenni, hogy átmehessünk gyalogosként az utca egyik feléről a másikra, hol van az, ahol a járdán kerékpárosok közlekednek, és ez nagyon zavaró, nagyon veszélyes, hol van az, ahol túl rövid a zöld idő, és nem lehet biztonságosan átkelni, hol van az, ahol nincs zebra, de lenne rá igény, hogy legyen, és egyébként az autók megállnak amúgy is a lámpáknál, tehát lenne rá mód is a közút érdemi kapacitás csökkenése nélkül, hogy kiépítsük. Nyilván nekünk is sok ilyen ötletünk van, de szeretnénk minél többet begyűjteni. A www.mindenkigyalogos.hu oldalon egy térkép segítségével bárki bejelölheti, hogy autóvezetőként, gyalogosként vagy kerékpárosként milyen általa veszélyesnek tartott útszakaszon tartana szükségesnek változást. A beérkező észrevételeket ellenőrzik, és indokolt esetben a fejlesztési tervekbe is beépítik. Nem szabad gyalogosként megijedni, és ahol nyilván veszélyes helyzetekben senki ne sodorja magát, de bizony azt a közlekedési kultúrát ki kell alakítanunk, hogy a zebránál nem a gyalogosnak, hanem az autósnak kell megállnia. Ez nyilván a mi feladatunk is közútkezelőként, hogy úgy építsük ki ezeket a csomópontokat színbe helyezett zebrákkal, ahol az autóknak kell szintet váltani egy bukkanón keresztül, és nem a gyalogosoknak, megfelelő figyelemfelhívó táblákkal, jelzésekkel, hogy ez utaljon, ez nyilvánvaló legyen, de azt gondolom, hogy a gyalogosoknak is fontos az, hogy tudatában legyenek ezeknek a szabályoknak, és ez az új forgalmi rend, ez az új közlekedési kultúra kialakuljon Budapesten. A kemény tél csupán néhány hétre köszöntött be hazánkba, ám ez az idő is elég volt ahhoz, hogy a felsózott utak és a fagy nyomot hagyjon autónkon. Hát sajnos az autósok körében lerágottsunk a téli és a nyári felkészüléssel kapcsolatos szerviztevékenység, de komolyan kell ezeket a műveleteket vennünk, mert a téli hideg, a sózott utak
a hidegindítások és az elektronikai berendezéseknek az igénybevétele feltétlenül szükségessé teszi azt, hogy az autós tavasszal meg nyáron zavartalanul tudjon közlekedni. Ha még eddig nem tették meg, autójukat mindenképpen vigyék el márkaszervizbe, ahol a szakavatott emberek tüzetesebb átvizsgálásnak vetik alá gépjárművünket. Ami számomra a legfontosabb az az, hogy a télen és a sós, havas, sónedves utakon szerzett kátyuk által okozott problémáknak a kiküszöbölésére alapszik, tehát a futóműnek a beállítása, a gumiabroncsoknak a vizsgálata, és 7 fok fölött javasolt, plusz 7 fok fölött javasolt a téli guminak az átváltása a nyári abroncsokra. Mert 7 fok felett már a téli abroncsok jobban kopnak, és indokolt a nyári gumi használata. Ez az autós pontosan tudja, hogy ilyenkor mire kell odafigyelni. Éppen ezért keresi fel a márkaszervizt, ahol még akciós lehetőségeket is igénybe tud venni. Szakkönyvek is előírják, hogy az autó általában huzamosabb állás alkalmával sokkal jobban károsodik, mint hogyha használtuk volna. Tehát, hogyha egész télen állt az autójával, azoknak is javasoljuk azokat az akciókat, tehát lehet itt teljes átvizsgálással, turistaút előtti átvizsgálással, ne a gyúristen lejárt a műszakia, akkor műszaki vizsgának a megújításával, vagy egy mobilitás garancia meghosszabbításával is a szervizünk felé megrendeléssel élni. A jó idő közelettével tömegével jelennek meg a kátyuk hazánk útjain, vagy a már meglévők nagyobbá válva okoznak meglehetősen bosszús perceket az autósoknak. Ezen kátyukba való belehuppanás során sérülhet a futómű, így annak ellenőriztetése, állítása is igen fontos feladat. A futómű geometria mindenképpen meg tud változni, illetve hát keréksérülést tud okozni. Valaki belemegy egy nagyobb gödörbe, akkor ildomos elmenni egy szervizbe, legalább megnézetni, ha más nem egy gumishoz, de mindenképpen szakszervizben, ott meg tudják állapítani, hogy van a futóműnek baja vagy nincs. Akár felteszik egy mérőpadra, és utána tudnak róla nyilatkozni, hogy kell-e beavatkozni, vagy nem. Mostanában egyre több a napsütés, így emelkedik a hőmérséklet, ami azt is jelenti, hogy a szakszerűen elrakott autógumi abroncsainkat elő lehet venni. Na de mit is jelent a szakszerű elrakás? Amikor leveszik, akkor mindenképpen legyen elmosva, és fénytől védett helyen legyen tárolva, tehát UV-fény ne érje, mert az UV-fényre öregszik a gumi. Tehát padlás, pince, szabadon választott ki hova, csak napfény ne érje. És akkor nagy valószínűsége ugyanolyan állapotban veszi elő az illető a gumiait, mint ahogy elrakta. Így március végén, április elején már ajánlatos a téli kerekeinket lecserélni. De mikortól ajánlott? Elég csupán a hőmérsékletet megvizsgálni. Hát nem egy kőbevésett dolog ez, de a 7 fok az van meghatározva a gyárak által, legalábbis a gumigyártók ezt szeretnék betartatni. Van is igazságtartalma, alatta nyári gumival jóval megnő a fékút, tehát kénytelen kelletlen az embernek váltania kell ennek a hőmérséklet tartomány közelébe. Hogyha autópályán használja az illető, akkor ahogy melegszik az idő, át kell mindenképpen állni nyári gumira. Egy saras időben kifogyó ablakmosó tartály nem csak hogy kellemetlen, de igen veszélyes is lehet, ha eredményeként például nem látunk ki megfelelően az autó szélvédőjén. A téli ablakmosó folyadékban nem ugyanazon hatóanyagok vannak, mint a nyáriban, éppen ezért ennek a cseréje is időszerűvé vált már. Hát a hűtővízre semmit nem kell kezdeni, ez mindig fagyállós, tehát az be kell tartani, hogy mínusz 25 fok alá ne menjen, tehát ez maradjon így. Viszont a téli ablakmosót azt el kell használni, amikor jelez a, hogy kér új ablakmosót, akkor már nyári tildomos beletenni, mivel abban van bogárról, de a téliben nincsen. Tehát mindenképpen olyat használjunk, ami nyárra való. Ablaktörőlapátok élettartamát meghosszabbítja jelentősen, illetve tökéletes módon el tudja távolítani a rárakódott koszt az üvegről, és nem karcolódik össze, tehát nem veri magát az ügyfél újabb tetemes kiadásba, akár egy üvegcserével, mert karcos lesz. Tehát mindenképpen ajánljuk a jobb minőségű. A tél és a hideg önmagában a közhiedelemmel ellentétben nem árt az akkumulátornak, viszont a fagyos alkatrészeket nehezebb megmozgatni a indításkor, ami jobban igénybe veszi az aksit. Ezt is vegyük bele az ellenőrizendő tételekben, mint ahogy az olajnívót is érdemes megnézetni. Fontos számomra az autónak a márkaszervizbe való hordása. Rendszeresen törekszem arra, hogy márkaszervizben szervizeltessem az autómat, mert így tudom érvényesíteni a 3 éves gyári garanciát, plusz az 1 éves méltányossági lehetőséget.
plusz egy évet akkor tudod érvényesíteni, hogyha a 3 éven keresztül rendszeresen márkaszervizbe hordtad az autót, ezt a szervizkönyvvel igazolni tudod. Sokan nem tulajdonítanak jelentőséget a szervizkönyvnek. Ám erre azért is kellene jobban odafigyelni, hiszen így lehet hivatalosan igazolni a gépjármű műszaki állapotát. Szervizkönyv azért fontos, mert a szervizkönyvben bejegyzett adatok alapján végig lehet kísérni az autónak a első napjától érvényesített összes reklamációs, garanciális problémájának az érvényesítését. Csak felkerül a gépkocsi adatállományunkra, egy úgynevezett service online kimutatáson, az ügyfelünk igényli és megadja az e-mail címét, akkor állandóan tájékoztatjuk, mi az a következő periódus, ahol ajánlatos a gépkocsit behozni. Biztonságunk érdekében egy tavaszi átvizsgálásra mindenképpen ajánlatos felkeresni egy márka szervizt. A műsor támogatója a Porsche Hungária Service 4 Plus programja. A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság négy keréken, külföldön is. A műsort támogatta az Autós Nagy Koalíció.